És mint említettem, Burány Sándorra kezdjük a ma esti egyenes beszédet, a mai parlamenti ülés pedig bőven adott témát a beszélgetésünkhöz. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Talán a legtöbben arra kapták fel a fejüket, amikor azt mondta Orbán Viktor, hogy Brüsszel a terroristákat támogatja. Ön mit gondol erről? Hát az egész úgy hülyeség, ahogy van, de meg kell mondanom, hogy Orbán Viktor mai beszéde a várakozásokat alulmúlta. Én természetesen Orbán Viktor politikájának esküdt ellensége vagyok, de azt el kell ismernem, hogy populista politikusként azért nagyon jó szónok tud lenni, ha akar. Ma egy enervált, megfáradt, motiválatlan nagypapát látunk bent a parlamentben, de az összes szokásos fideszes sablont, amit ilyen bullshit generátorokkal, sajtótájékoztatókkal reagálva összehoztak a közleményírók, azt mind elővette és gyakorlatilag felolvasta minden különösebb plusz hozzáadott érték nélkül, hogy a Brüsszel a terroristákat támogatja. Hát úgy fogalmazott, hogy nyíltan a terroristák pártjára áll. Ugyan már. Hát ha valaki harcol a terroristák ellen, az éppen az Európai Unió. Sajnos ebben a harcban most éppen nem áll nyerésre, de arról szó nincs, hogy ne harcolna a terroristák ellen. Ez egész elképesztő ostobaság ilyet mondani. Nem is értem. Tehát mire alapozza? Ugye azt is, hát valószínűleg arra az esetre, amikor Magyarországon jogerős bírósági ítélettel elítéltek egy embert a röszkei incidens miatt, és az Európai Parlament pedig ezt megkérdőjelezte, ezt a döntést. Hát maga a bírósági eljárás az sok kérdőjelet vett fel, ez tagadhatatlanul tény, de ebből azt a következtetést levonni, hogy a terroristákat támogatja, mondok egy szomorú tényt. Egyébként gyilkossággal megvádolt terroristák, akik Párizsban és más országokban különböző vérengzéseket követtek el. Az események, a tragikus események után kiderült, hogy itt grasszáltak Budapesten a keleti pályaudvaron és környékén. Magyarország hatóságainak az orra előtt ezzel az erővel legalább ennyire, sőt, sokkal nagyobb súlyjal lehetne azt kijelenteni, hogy Magyarország támogatja a terroristákat, mert mindezt hagyta. Pedig Orbán Viktor tovább ment, mert azt mondta, hogy az MSZP is védi a terroristákat, vagy legalábbis ezt a bizonyos konkrét szerintük terroristát, Ahmed Hát, mert így emlegetik a sajtóban, mégpedig azért, mert egy volt szocialista miniszter, az egyébként ügyvéd Bárándi Péter az új védő ügyvédje. Ez egészen elképesztő pofátlanság, aljasság. Hát először is valaki, aki büntető jogászként, büntető ügyvédként azzal foglalkozik, hogy vádlottakat véd a bírósági eljárás során, hát azt azért megvádolni, mert végzi a munkáját, az egészen elképesztő aljasság. Büntető ügyvédeknek az a szokása, az a munkája, az a hivatása, hogy megvádolt embereket, uram bocsánat, bűnözőket védenek, mert egyébként mindenkit a jogerős bírósági ítéletig megillet az ügyvédi védelem és az ártatlanság vélelme, függetlenül attól, hogy a bíróság a végén mire jut. Ezért egy ügyvédet elítélni bárkit, akár szocialista miniszter volt korábban, akár nem volt egyáltalán politikus korábban, mert végzi a munkáját, az egészen egyszerűen aljas. A szocialista pártot pedig a migráns kvótákhoz való hozzáállása miatt is ítéli el a miniszterelnök, és azt mondja, hogy addig van fal, ami megvédi az országot, amíg ő és a Fidesz van hatalmon, önök ezt lebontanák, a kvótákat pedig engednék. Hát visszakanyarodnék oda, amit az előbb mondtam. A kerítés felépült, és a terroristák meg ugyanúgy jönnek. Mert hogy az Európában most közveszélyes terroristák nem a zöld határon és a kerítéseken keresztül, vagy azt lebontva érkeznek, hanem sajnos útlevéllel, mert többségük európai állampolgár volt valamikor, és saját alanyi jogon járó útlevéllel rendelkezik. Mondjuk akik itt a keleti pályaudvarnál feltűntek, azok még pont a kerítés épülése előtt. Azoknak is volt útlevelük, de volt útlevelük, tehát ők a kerítés építése után is szépen bejöhettek volna az útlevelükkel legálisan, nem kellett volna lapos kúszásban átcsusszani az épített kerítés alatt. A kerítés sok mindent megállított, kivéve a terrorizmust, ezt be kell látni. Orbán Viktor se tudta megállítani Magyarország határain a terrorizmust. Az, hogy ők tovább mennek, mert nem Magyarország a célország, az nekünk hála Isten, hogy nem itt robbangatnak, de attól meg óriási tragédia, hogy egyáltalán bárhol robbangatnak Európában. És mi a véleményük arról, hogy kötelezettségszegési eljárás is indul alig, hanem már holnap Magyarországgal szemben, azért, mert hogy nem hajtottunk végre a ránk eső áthelyezések közül egyetlen egyet sem kvótaügyben? Hát, ugye ez az eljárás, amit Magyarországnak le kellett volna folytatni,
durván, ha jól emlékszem, 1300 menekültügy elbírálásáról. Talán 1294, valami ilyesmi. Igen, tehát elbírálásáról. Tehát még azt se mondják, hogy kötelezően be kell fogadni. Azt mondják, azt kérik az országtól, hogy ennyi menekült, még egyszer mondom, 1300 környéki emberről van szó, esetében ezt az eljárást le kell folytatni. Ennek az eljárásnak a lefolytatását tagadta meg Magyarország és ment bíróságra, teljesen balga módon egyébként. Miközben egyébként ugyanazokból az országokból, ahonnan érkeznek menekültek, akik ellen kerítést épít Orbán Viktor a déli határon, ugyanazokból az országban nagyon jó pénzért, súlyos 100 000 eurókért, pedig befogadnak simán menekülteket, migránsokat, ha egyébként fizetnek a magyar államnak kötvény formájában, és azoknak a Fidesz közeli haveroknak, akik az egész tranzakciót lebonyolítják. Na ez meg tényleg a pofátlansága a határos, hogy közel 20 000 olyan ember bejött az országba pénzért árulva a magyarországi letelepedést, akiket Orbán Viktor és kormánya támogatott ebben a műveletben, miközben 1300 csóró menekült ügyében lefolytatni sem hajlandó azt az eljárást, aminek a végén akár teljes joggal ki is utasíthatja ezeket a menekülteket, ha nem felelnek meg a szabályoknak. Kormány viszont arra gondol, hogy az ő álláspontját igazolja vissza a nemzeti konzultáció, mert hogy ott rekord mennyiségű ember fejezte ki a kormány álláspontjával egyetértő gondolatait. Ön szeretne a jobb közbiztonságot? Hát természetesen. Na, akkor ezt jól megkonzultáltuk. Igaz, hogy nem küldtem önnek drága pénzen papírokat, hogy erre az egyszerű kérdésre válaszoljon. Nagyjából ilyen típusú kérdéseket tettek fel. Szó sem volt itt konzultációról, nem valódi kérdéseket tettek fel. Ez egészen egyszerűen úgy volt megfogalmazva, hogy semmi más célt nem szolgált, mint a kormány propagandáját. Menekültügyben változatlanul inkább a gyűlöletkeltés, mint sem a megoldás keresését. Súlyos állami milliárdokból, amit persze szintén haveri cégek bonyolítanak le, és ők tesznek zsebre, és ezért cserébe semmit mondó kérdésekre, amire nem is lehet értelmes módon más válaszolni, mint amit a kormány hallani szeretne, és ezt kinevezik nemzeti konzultációnak. Miért nem konzultálnak Orbán Viktorék mondjuk az egészségügy helyzetéről, vagy a 13. havi nyugdíj bevezetésének lehetőségéről? Ezt miért nem akarják megbeszélni? Pedig azt mondta Orbán Viktor, hogy ezeknek a nemzeti konzultációknak közvetve a gazdasági teljesítményhez is közük van, mert hogy itt egyetértési pontok kialakítása folyik, és úgy fogalmazott, hogy meggyőződése, hogy Magyarország mai eredményeinek is ez a fundamentuma, hogy időről időre megkérdezik az embereket, és az ő egyetértésükkel kormányoznak. Ezért tudtuk kimenteni az országot a pénzügyi katasztrófából, 100 000-eknek munkát adni, emelni a béreket, megállítani az árakat, mondta a miniszterelnök. Hát ebből az első három az biztosan hazugság, a negyedik is véleményes. Hát kivezetni az országot a pénzügyi válságból a Vajdai kormány vezette ki. Ez egy konszolidált mérlegű, szelíd gazdasági növekedés produkáló, erős forinttal rendelkező országot adott át a Vajdai kormány Orbán Viktornak 2010-ben. Ezt rövid idő alatt Orbán Viktor felrúgta, tönkretette a forintot, ezzel egyébként a devizahiteleseket bajba sodorta, ő sodorta bajba ezzel a devizapolitikával a devizahiteleseket, és egyáltalán nem javított ezen a pénzügyi helyzeten a forint bedöntésével, ezt már megörökölte. Tény és való, azóta szigorú államháztartási keretek között gazdálkodnak, ezt az egyet betartják, csak ne nézzük meg milyen áron. Mi volt a második állítás? Bocsánat, voltak egyébként konkrétumok is, mert ugye ugyanezt aztán kifejtette konkrétabban is, a gazdasági sikerekről azt mondta, hogy itt nőtt a legnagyobb mérték az Európai Unióban a foglalkoztatás. Na, a foglalkoztatás az a közfoglalkoztatást jelenti, az valóban, de hát Európai Unióban nem szokás egyébként állami pénzeken látszott munkával megbízni 100 000-eket, és a hazai foglalkozási statisztika még két dolgot súlyosan belemér ezekbe a feltupírozott számokba. Az egyik a fekete munka, ami Magyarországon sokkal nagyobb arányú, mint mondjuk Németországban, ugyanilyen statisztikai módszerek mellett, a másik pedig a külföld dolgozó magyarok nagy száma. Ez szintén egy sajátos jellegzetesség, amit mondjuk Németországban nem igaz, oda bemennek az emberek, nem elmennek onnan, több százezer magyar dolgozik külföldön. A kérdőív, ami alapján a foglalkoztatási statisztikákat összeállítják, csak annyit kérdez, hogy dolgozik a családban, valaki nem kérdezi, hogy hol. Ha Londonban dolgozik, akkor is húznak egy stigulát, és foglalkoztatottság bővítésnek számolják el, miközben nem Magyarországon dolgozik az illető. De az átlagbérekről is beszélt a miniszterelnök, itt pedig azért nyilván a magyarországi béreket mérik valóban a statisztikák szerint. Egyes ágazatokban 14-19%-kal nőttek a bérek. Ez igaz, de egyrészt ez a gazdasági szereplők saját döntése, nem a kormány döntése.
azon kívül a gazdaság szereplőinek sokszor nincs is más választása. Magyarországon a bérviszonyok olyan rosszak, annyira alacsonyak a bérek, hogy nagyon komoly szakmákból egyszerűen elmennek, előbb is erről beszéltem, az emberek nyugatra, szakácsok, pincérek, köművesek, mázolók, építőiparból rengeteg szakember. Egyszerűen muszáj magyar gazdaságnak béreket emelni ahhoz, hogy a szakembereket itt tudja tartani. Ami pedig a minimálbér megemelését illeti, maga a nettó minimálbér a súlyos adók miatt, amit viselnie kell, igazából csak 2016-ban érte utol a 2010-es minimálbér vásárlóértékét. Ugyanakkor a vállalkozóknak ez az erőltetett ütemű bruttó minimálbér emelés egyre elviselhetetlenebb terheket okoz. Ez a kisvállalkozói szférában igaz, a multinacionális cégekre nem jellemző, de a sarki boltosra, a sarki fűszeresre, a fodrászra, ezekre a kis szolgáltatókra, kereskedőkre sajnos meg igaz. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindezt elmondta. Jávor Benedekkel folytatjuk mindjárt. Én is köszönöm a lehetőséget.